nagyon sokakat érinthet a következő adózási határidő, ami szerint május 22-éig a munkavállalóknak és hát egyáltalán a jövedelemmel rendelkező magánszemélyeknek kell teljesíteniük a személyi jövedelmadó bevallás kötelezettségét. Az idén azonban változott a rendszer, és a korábbi papír alapon, vagy elektronikus módon kitöltött bevallás helyett egy új lehetőség is nyílott a részletekről Kádár Zsombor, a NAV kelepest igazgatóságának szóvivője a tájékoztatást nézőinknek. Voltak éppen mit kell csinálni május 22-ig, ugye, ha jól tudom, ez az utolsó határidő. Így van, igen, ezt csak megerősíteni tudom. Hát, ahogy a szlogenünk is szól, ha egyetért nincs teendője, tehát ugye ez egy új időszámítás valóban a NAV-nál és a személy bevallás tekintetében, Elektronikus alapúvá vált a rendszer, így hát automatikusan elkészíti az adóhatóság a tervezeteket, ezeket kiküldte ugye március 15-éig minden ügyfélkapura, aki azóta nyitott ügyfélkaput, az is természetesen meg tudja nézni, illetve hogyha valaki ezt papír alapon kérte, akkor május másodikáig, ezt már kipostázta az adóhatóság, ki ha ezt követő időpontban kérte, mint március 15 akkor még folyamatban van, de alapvetően nincsen sok teendő vele. Azt javasoljuk mindenkinek, hiszen továbbra is önadózási rendszer van Magyarországon, hogy a tervezetet tekintse át, ezt a kifizetői munkáltatói igazolások alapján főként, hogyha szükséges olyan jövedelemről, tud még ugye saját magá vonatkozásába, ami nincsen benne, azt mindenképpen írja bele, ezzel ki tudja egészíteni, de egyébként, hogyha nincsen kiegészítendője, vagy javítandó rész, amit úgy gondol, hogy teljesen rendben van a tervezet, akkor egyszerűen csak vagy jóvá hagyja, vagy pedig úgy hagyja, és automatikusan május 22-ével ez válik az elfogadott bevallásá. Ugye, de akkor fontos tudni, hogyha valaki esetleg nem nagyon törődik vele, és annak így élesedik május 22-én az elkészített bevallása, az ugyanúgy felel érte, mint az, aki esetleg hosszas munkával papíron körmölte ezt a dokumentumot. Igen, ez így van pontosan, ezért is mondjuk, hogy mindenképpen nézze át mindenki, illetve még annyi plusz segítséget ad a NAF, hogyha valakinek visszaigényelhető vagy fizetendő adója van már a tervezet alapján, akkor április 30-áig, egy újabb értesítést küldött ki az adóhatóság, hogyha nem tekintette még meg a tervezetet, tehát ezt látja a rendszer, ugye, illetve hogyha papír alapon kérte, akkor erről ismételt értesítést kap, hogy mindenki tudja, hogy, hogy ez bizony az ő felelőssége lesz innentől kezdve, május 22-e után. Van-e valami segítség igénybevételére lehetőség? Tehát annak, akinek akár szakmai kérdése lenne, valamit nem tud, hogy bele kell levennie az adóbevallásba, vagy sem, illetve annak, akinek esetleg technikai segítségre lenne szüksége? Természetesen mindenben állunk az adózók rendelkezésére, többek között hosszított nyitvatartással is működnek az ügyfélszolgálatok. Hogyha bármilyen kérdése van valakinek, és személyesen kívánja -e feltenni, vagy ő papír alapon tölti ki, akkor ezt természetesen mindenkit szívesen látunk, és fogadjuk őket. De akár telefonos ügyintézés során, illetve maga az online felület is egyébként nagyon sok segítséget ad, hogyha valaki elakadna. Ha jól tudom, akkor az online felületen külön kell intézkedni, hogyha valaki az egy százalékról szeretne rendelkezni. Erről talán érdemes még két mondatot mondani. Így van, mindenképpen meg akartam én is említeni, hiszen ez az egyetlen rész, ami nem automatikus az új rendszerben, hiszen ehhez kifejezett nyilatkozat kell. Itt külön is lehet, tehát nem kell együtt mozogni a bevallásnak magának és a nyilatkozatnak, ezért is van teljesen külön menüpont alatt. Itt igazából ugye az 1 plusz 1 százalékról van szó, egyrészt a civil szféra 1 százalékáról, másrészt pedig az egyházak, technikai száma rendelkező egyházak 1 százalékáról. Annyi segítséget is ad egyébként maga az online felület, hogy egy ügyes keresőmotor is van benne, ha valaki nem tudja pontosan az összes adatát. Ugye egy adat kell valójában az adószám, de hogyha ezt nem tudja, akkor meg tudja keresni, mert az adatbázis az feldobja a találatok között azt, ami valószínűleg, ugye néhány adatot tud róla, akkor már meg tudja találni. Ugye az adóbevallással kapcsolatban, ha jól tudom, az a kötelezettség, hogy öt évig kell ö, megőrizni, mm. hogy egy későbbi ellenőrzéshez rendelkezésre álljon. Mi a helyzet azokkal, akik csak egyszerűen ránéznek az elektronikusra, és azt mondják, hogy jó lesz ez, és hagyják élesedni? Hát ezt a későbbiekben ugyanúgy meg tudják majd tekinteni, tehát, és, ö, tehát ez ott marad így van, az oldalon. Igen, így van, az ügyfélkapunk keresztül ez, ez látható lesz a továbbiakban is. Tehát a későbbiek során valaki egy élet munkájával fel tud gyűlni ott 45-en adóbevallás. Így van, igen. Mi a, a szankciója annak, hogyha valaki esetleg mégis néhány nappal később teljesíti csak az adóbevallását, kicsúszik ebből a május 22-éből? Azt már rögtön szankcionálják, vagy csak a komolyabb késések esetén lehet ezzel számolni? Hát ugye az, akinek elkészült a bevallási tervezet és a magánszemélyek döntő többsége ilyen, az most jelen pillanatban ugye nem is nagyon tud késődelembe esni, nincs, hanem automatikusan elfogadja a rendszer elfogadott bevallásként. Itt arról a körről beszélhetünk, mint az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági termelők vagy az általános forgalmi adó fizetésre kötelezett magánszemélyek. Nekik kell Nekik nem készült ugyanis tervezet, ők az abban a tartoznak, és nekik ezt különbe kell nyújtani a 16 SZI a nyomtatványon. Az ő esetükben is, illetve hát egy részüknek már be is kellett, ugye? de az ő esetükben is mindig az a, az adóhatóság álláspontja, hogy először figyelmeztetést küld, és utána következhet esetlegesen szankció. Végezetül talán érdemes lesz megismételni azokat a számokat, amiről itt a felvétel kezdete előtt beszélgettünk, hogy így most, két-három héttel a, a, az utolsó nap előtt e, eddig a, e, hány adóbevallás is érkezett be a, az adóhivatalhoz, és mennyit várnak, mennyire számítanak. Igen, tehát ugye alapvetően 3,8 millió tervezet készült el, hiszen ennyi az adózói körnek a, a számossága. Hát ő, már több százezerről tudunk, most pontos adatokat nem tudok mondani, de mindig az utolsó hetek hajrája, sőt az utolsó egy-két nap az, amikor igazán sok szokott érkezni, de előzetesen arra számítunk, hogy most kevesebben fogják ezt véglegesíteni, addig inkább hagyják, hogy majd automatikusan véglegesít egy a rendszer május 22-ével. Záró kérdés. Az informatikusok felkészültek erre a rohamra. <laughs> Tehát, hogyha két millió ember szeretné majd május 21-én otthon békés szombat délután élesíteni az adóbevallását, azt is bírni fogja. Hát igen, a rendszert, tehát a szervereket is alaposan próbálnak vetették alá több szempontból is, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy felkészült a rendszer természetesen. Köszönöm szépen az információkat nézőink nevében is. Köszönöm szépen én is.